A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Július közepén vettük át a munkaterületet, körülbelül egy hónapig tartott a földmunka és az alapozás kivitelezése. Augusztus közepén kezdtük meg a monolit szerkezetépítést, jelenleg is ez van folyamatban, ez október elejére várható, hogy befejeződik, illetve a könyves szerkezetek kivitelezése van folyamatban, és elektromos védőcsövezések zajlanak jelenleg. Jövő héttől megkezdődik a gépészeti alapszerelés, illetve belül a könnyű szerkezetes gipszkarton falaknak az építése. Napi szinten 45-50 fő dolgozik a kivitelezésen. Ez a központ is tartalmaz ilyen helységeket, például, hogy gyúrószoba, konditerem, orvosi helység, az MLSZ írásának megfelelően dopping helységet, van külön edzői öltöző. A jelenlegi vállalásunk az tartalmazza az edzőközpont komplett kivitelezését, tehát a belül a válaszfalak elkészítését, vízes blokkok teljes körű kialakítását, lesznek irodahelyiségek, ezeknek a kialakítását, bútorozását, komplett gépészeti elektromos szereléseket, teakonyhák kialakítását, helységek berendezését, a földszinten megtalálható lesz egy 200 fős főzőkonyha, ennek is a teljes körű kialakítása a vállalásunk része, illetve külső munkálatok is vannak, az épület körüli tereprendezés, külső parkoló kialakítása, illetve csapadék és szennyvíz elvezetése, ennek is a teljes körű kivitelezése van benne. Extra kihívás, oda kellett figyelnünk ilyen apró részletekre, hogy például a burkolatok csúszásmentesek legyenek a folyosókon, az egyik lépcsőházban kumi burkolat lesz, hogy a játékosok tudjanak stoplisban közlekedni, ne legyen balesetveszélyes. A játékos kijárónál, illetve bejárónál lesz egy cipőmosó, ott is külön egyedi kialakítással készül egy cipőmosó. A tetőn lesz napelem is, illetve napkollektor is. Ez az épületben amúgy a meleg vízellátást, illetve a fűtést, azt távhő fogja biztosítani, és a napelem meg a napkollektor az ennek a használati melegvíznek az előállítását fogja segíteni. A monolit szerkezetépítés az október első hetére fog befejeződni. Ezek után megkezdjük a homlokzat szigetelését, nyilászárók beépítését. Ez november közepére várható, hogy elkészül, és a teljes kivitelezés befejezése az pedig december első hetére tehető.